Az áramok maguk körül mindig mágneses teret gerjesztenek. A mágneses tér örvényerőssége arányos a teret létrehozó árammal. Fordítva is igaz. Mágneses örvénytér mindig áramokat vesz körül. Ennek bemutatására szolgál két függőleges síkú, négyzet alakú, fakeretre rögzített viszonylag kevés menetszámú tekercs. A piros és kék színű tekercsek menetszáma azonos. A vezetők körüli tér örvényerőségét mágneses körfeszültség mérésével vizsgáljuk. A mágneses feszültségmérő egyik része egy hajlékony bőrszíra azonos menetirányjal oda-vissza két rétegben megtekercselt, középen kivezetett 10.000 menetes tekercs. Ez az úgynevezett Rogoszki tekercs egy ballisztikus galvanométerrel együtt alkotja a mágneses feszültségmérőt. A galvanométer feszültséglőkéssel arányos kitérését lézerfénymutató jelzi. A gerjesztési törvény kimondja, hogy tetszőlegesen zár G-görbére a H-mágneses térerősség vonalmenti integrálja a G-görbe által körülfogott áramok algebrai összegét adja. Hurkoljuk egyszer körül a Rogoszki tekercsel a vezetőket. Ez a hurok a G-görbe. Ha hirtelen ki- vagy bekapcsoljuk a kék tekercs áramát, akkor a Rogoszki tekercsben keletkező feszültséglökés arányos lesz a zárt hurok menti mágneses körfeszültséggel, azaz a térerősség görbe menti integráljával. Ha ugyanazt az áramot kétszer hurkoljuk körül, függetlenül a G-görbe alakjától, a fénymutató kétszeres kitérést mutat. Háromszoros hurok esetén a körfeszültség is háromszoros. A gerjesztési törvényt úgy is igazolhatjuk, hogy egyetlen hurkot készítve mindkét vezetéken, a kéken és a piroson is, az előbbivel azonos irányú és nagyságú áramot engedünk át. A körbefogott áramok algebrai összege megkétszereződött, ennek megfelelően a mágneses körfeszültség is a kétszeresére nőtt. Ha a piros és kék tekercsekben folyó, egyenlő intenzitású áramok iránya ellentétes, akkor a G-görb által körülfogott áramok algebrai összege zérus. Ilyenkor még háromszoros hurok esetén sem kapunk mágneses körfeszültséget.